Na sziasztok, üdvözlök minden kedves nézőt, én Ricsi vagyok, és elérkeztünk az a nagy ládanyítás, hogy ugye amit már bejelentettem nektek, 125 broboxot fogunk kinyitni, és ugye folytatjuk azt a challenge-et, hogy XY ládából megpróbálunk legendárit nyitni. Itt vagyunk kedves Pálnak a fiókján, köszönöm szépen neki, hogy tényleg ennyi ládát összegyűjtött, és láthatjátok, hogy most egy kicsi újdonság van itt a háttérben, ugyanis a zöld háttér helyett most egy spártai harcos figyelt titeket. Írjátok le, hogy nektek tetszik-e, szerintem rohadt menőn néz ki, illetve láthatjátok, hogy van ott egy új ágy, igazából ennyi változott, én ezt a két dolgot kaptam karácsonyra, és nyugodtan írjátok le, hogy nektek mit hozott-e Jézuska. Nem mondó vagyok, hogy vágjunk is bele akkor a ládnyitásba. Tényleg, hogyha szeretnétek még ilyen ládnyitást, akkor mindenféleképpen dobjatok egy lájkot. Célozzuk meg az 1000 lájkot, hogyha megcsináljátok az 1000 lájkot, akkor mindenki nagyobb eséllyel fog karaktert hitni. Úgyhogy nézzük, skacok, kezdjük is el kinyitogatni, én amondó vagyok, hogy nem várunk tovább. Annyi, hogy még megmutatom, hogy 4 darab karakter hiányzik neki, ugye B, Max, Leon és Sandy. Hát remélem, hogyha legendás nem is sikerül nyitnunk legalább, vagy Maxet, vagy B-t, azaz Beát sikerül nekünk kinyitni. Hát adjon nekünk szerencsét a jóisten, így karácsonyi alkalmából, ugye az én karakteremben nyitottunk egy Jint, aminek nagyon örültem. És ugye az előző 100 plusz ládanyítós videón, ahol ugye Attila fiókján nyitottunk, ott karaktert sajnos nem sikerült nyitni, viszont Star Power nyitottunk, szóval ha úgy nézzük, akkor ott is azért valamilyen szinten sikeres volt a nyitás. Hát reméljük, hogy most is sikeres lesz, és kellemes ünnepeket szeretnék kívánni mindenkinek. Ugye tegnap, azaz 24-én reggel volt egy live, aki ott volt, neki már mondtam, de te veled csak most találkoznék, akkor neked is kellemes ünnepeket. Nem tudom, hogy mennyi tartalom lesz még az új évig, valószínűleg azért még lesz, hiszen van még jó pár nap hátra, és közben közeledünk az ahhoz, hogy 100 láda. Jó! Star Power! Királyság! Királyság! Na, akkor innen sem távozunk üres kézzel, megkaptuk Nitának a Be With Me Star Power-ét. Na, ennek örülök, hogy ismételtek, kaptunk valamit, hát megint csak egy Star Power. Úgy néz ki ez a 120 ládanyítás, ez a Star Power-eket tartogatja nekünk, de... Nem! Ott van! Na jó! Hát hogy kezdődik ez a videó? Ott van! Bea is megvan, és megvan mind az öt epic neki. Egyből a Star Power után szinte kaptunk egy karaktert is, és még mindig van 101 ládánk, szóval még mindig ott van az esély arra, hogy kapunk bármit, akár Max-t is kinyithatjuk. Sandy hiányzik meg neki, illetve mindjárt megnézem, hogy még kicsoda. És ami miatt nagyon jó, hogy ilyen korán viszonylag kintottuk, hogy most kapni fogjuk rá ezzel a Star Power-eket. Leon és Sandy hiányzik neki a legendások közül, a legendárik közül, inkább mondom úgy. Félig magyar, félig... Mi történik? Na jó! És ott van Nitára a Hyper Beer Star Power is. Két Star Power és egy karakter eddig. Hát úgy látom, hogy a karácsonyi nyitás eddig hozza a szerencsét nekünk. Wow! És még mindig van 93 ládánk, szóval még mindig dobálatja be nekünk a dolgokat. Szerintem még fogunk Star Power nyitni, nem tudom. Én úgy érzem, hogy még itt van nekünk 90 láda, ebből még simán van esélyünk arra, hogy nyitunk bármit. Hú! Jaj, most be kell nyomnunk azt, hogy ne tudjanak invelgetni. Köszönöm szépen, köszönöm. Hú, gyerünk. Most pörgetjük közben a gemeket is egyébként, elég szépen farmoljuk. Képzeljétek el, hogy elkezdtem most rendszeresebben Twitch-en streamelni. És most, mikor ezt a videót felveszem, 28 követő kell ahhoz, hogy Twitch-en is 2000-en legyünk. Szóval, ha gondoljátok, bátran kövessetek be, elég sok éladás szokott ott lenni. Kövessd Ricsi a neven Twitch-en is, szóval könnyen megtaláltok ott is. És elég sokan szoktatok nézni, az átlag néző már ilyen 35 körül van, aminek nagyon-nagyon örülök, azért az Twitch-en jónak számít. És még egyszer, már sokat szóra szeretném nektek megköszönni azt, hogy több mint 50 ezeren vagyunk a csatornán. Hihetetlen számok ezek. Most valószínűleg sokan ugye premierben nézitek ezt a videót, valamikor reggele vagy 8-ra vagy 9-re időzítem be szerintem ezt a premiert. Igazából lényegtelen is. Az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat itt a ládnyitás alatt, illetve hát azt kell, hogy mondjam, hogy eddig sikeres. Tehát eddig, aki nézte a videót, az szerintem nem csalódott, hiszen nyitottunk két Star Power-t, illetve egy karaktert, és még mindig ládánknak a fele kb. Megvan. Mondjuk azt, hogy a fele.
most járhatunk kb. A felénél. Most járunk a felénél a kinyitott ládáknak körülbelül, ja. Olyan 125 volt, és 63-nál mondtam, hogy ugye a felénél vagyunk. Úgyhogy ja, nagyjából azért jól mondtam. Jó, hát nézzük, közben rengeteg bónusz kapunk, mindenfélét kapunk. Azt nem figyeltem, talán, ó, pont most akartam mondani, hogy B-re nem nagyon kapunk Star Power-t, vagy ne a Star, nem Star Power-t, hanem fejlesztőpontot, és egyből kaptunk is rá. Úgyhogy a videó után szólunk majd ugye kedves Pálnak, hogy próbálja ki a fiókot, nézze meg, hogy miket nyitottunk, és majd egyből tudja is fejleszteni az új karaktert, és tud is vele játszani, de hát lehet, hogy még nyitunk itt valamit. Simán benne van a pakliba egyébként. Most, ha még nem dobtál volna egy lájkot, vagy egy feliratkozást, akkor most tedd meg. És hidd el, hogy neked is be fogja adni nagyobb esélyre az új karaktert, illetve ha most megnyomod, akkor még nekünk is nő az esély arra, hogy nyitunk valamit. Gyerünk. Most nagyon figyeld, most teljes erővel oda koncentrálok. Teljes erővel fókuszálok, nagyon szegény egerem az most haldoklik. Olyan szinten kattingatok, másodpercenként 5000-et nyomok rá. Nem, szerintem tényleg olyan másodpercenkénti 5-6-ot biztosan kattintok szegényre, hogy haladjunk. Nem akarom elhúzni annyira ezt a ládanyítást. Rengeteg goldot is kapunk, Jézusom, már 2300 goldnál járunk. 33 gem, nem tudom, hogy mennyivel kezdtünk, de most 33 gemünk van. De úgy látszik, hogy egyelőre ez a spártai harcos itt nekünk meghozza a szerencsét. Az utolsó 10 ládánál váltok rajta szint. És hát ha az is segít valamit. Megnézzük, hogy segít-e valamit. Jó, a távirányítója itt van. Átnyomom majd villogósra, jó? Nem tudom, nekem ez így rohadtul tetszik. Az utolsó 10 ládánál, hogyha nem felejtem el, akkor dropra! Á, pont nem nyitottam dropra ládát, úgyhogy ezért nem adta be. Remélem, hogy nem felejtem el majd átnyomni. Lassan 20 láda alá megyünk. És én azt mondom, ha esetleg nem nyitnánk már semmit, amire most már kezd meglenni az esély, de akkor is elégedett lennék. Igaz, hogy a challenge-et nem teljesítettük, de szerintem 2 Star Power meg egy új karakter azért. Majdnem, hogy felér egy legendarival. Mondj, fogjuk rá, jó? Egyezzünk meg, hogy teljesítettük a challenge-et. Valamilyen szinten legalábbis teljesítettük. Közben a gemek is potyognak. Nagyon durván. Na, és akkor figyeljetek srácok, most és felkapcsoljuk, hogy átváltjuk a világítást. Most átraktam ilyen fasz a villogósra, hát ha itt a villogás bevillantja nekünk a karaktert. Közben nagyon-nagyon jó zene megy, egy nagyon-nagyon csibés zene megy. Egy minimális hangerőt még adok, nem tudom, hogy remélem egyébként nem volt végig hangos a zene, mert az mondjuk vicces lenne nagyon. Itt most nem fogunk annyira sietni. Egyrészt jó zene van, másrészt kell nekünk az energia. Dropra fogunk nyomni nyitni egy ládát. Fiad, ezt dropra nyitjuk. Még most a dropra. Á, és nem adta be. 3 darab ládánk maradt, az a helyzet. Bárhogy számolom, ez már csak 3. Meg se néztük. Ó, elfelejtettük megnézni, hogy egyáltalán mennyi esélyünk volt a legendarira. Ó. Hát ez nincs is esélyük konkrétan. Star Power azért 1% esélyünk van, az mondjuk fasza. Gemeket legalább kaptunk bőven. Az utolsó 3, figyeld, harmadik, az utolsó lesz, mert 3 a magyar igazság, visszafele számolunk, most megvárjuk a 3 tapot. Nem figyeltem, hogy a hányadik, gondolom ez volt a harmadik, és 12 goldot adott nekünk. Jó, nem nézem meg, hogy majd kedves Pál tudja megnézni, ez a gyurcsány, 15000 kupám van, ami nem semmi, gratulálok hozzá. Viszont nagyon-nagyon szépen szeretném nektek megköszönni a figyelmet, srácok, lányok, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és hát 2 Star Powerrel, illetve egy új karakterrel bővült kedves tézőnek a karaktere. Még egyszer neki is nagyon szeretném megköszönni, hogy ennyi ládát összegyűjtött.
további kellemes ünnepeket mindenkinek, találkozunk legközelebb, jók lehetek, leírás, ne felejtsétek el átnézni, rengeteg fontos információ van ott, találkozunk legközelebb, jók lehetek srácok, lányok, sziasztok!